miért nincsen egy hónapja videó. Sokan írtok ezzel kapcsolatban, hogy mi történt, miért nincsen videó, baj van-e, valami történt, abba hagytam a videózást. Várjátok a videókat is, hogy mi történt úgy igazság szerint, úgy összességébe. És mivel rengetegen írtok, és pont az előbb is írt nekem Dávid, remélem nem haragszó, hogyha elmondom, hogy írtál. Úgy jök vele, hogy most pont van annyi időm, hogy akkor készítek erről egy videót, mert sokkal egyszerűbb, hogyha beszélek erről a dologról, és így mindenki kap egyszer úgymond választ, mint hogy mindenkinek egyesével elküldjem az üzeneteket, írjak vagy hangüzenetet küldjek, mert ugye általában én hangüzeneteket szoktam nektek küldeni, hogyha írtok vagy kérdeztek valamit. Viszont bármennyire is úgymond nem az, hogy hihetetlen, mert ezt a szót akartam használni, bármennyire is nem gondolnátok, igazából nem, nem történt semmi olyan, hogy most azt mondjam, hogy Úristen, nem tudom, eltört a lábam, vagy, vagy most nem tudok más kitalálni. Nem történt semmi. Hát igazából történt, de nem olyan dolog, ami, ami befolyásolni a kéne a videóforgatás, mondjuk de. Mondjuk, hogy veszik akkor de? A lényeg az, hogy elfáradtam, megmondom nektek őszintén, és ö, kicsit úgy érzem, mint amikor az ember ugye lélegzik, és ugye mikor belélegzel, van mit kilélegezned. De ha folyamatosan csak kilélegzel, akkor nem igazán tudsz lélegezni. Ugye nem lélegzel be, csak kifele lélegzel folyamatosan. Most ez egy ilyen hülye példa, de csak ezt tudom most így példánk felhozni, hogy már most ez az ötödik vagy a hatodik éve, nem is tudom pontosan, amióta a videók gyártásával vagy videók készítésével foglalkozom, ugye attól függ, hogy ki hogy szereti ezt mondani vagy használni, és egyszerűen úgy érzem, hogy egy egy kicsit elfáradtam, megfáradtam, nem is tudom, besokaltam, nem tudom pontosan, hogy milyen szót használjak, Érezem, éreztem azt, hogy érzem azt, hogy szükségem van egy kis szünetre, egy kis pihenésre, egy kis kikapcsolódásra, egy kis másfajta impulzusra. Persze most már több mint egy hónapja bőven nem, nem készült videó. Ebből ugye bele tartozik az is, hogy volt egy kétetes szabadságom, amikor elmentünk pihenni nyaralni egyet. Nem is akartam igazából a, a nyaralás alatt tartalmat készíteni, mert az egy ilyen privát idő. Régebben csináltam videót arról, ahogy elmentünk nyaralni ide-oda, de láttam, hogy nem is nagyon érdekli az embereket. Meg rá kellett jönnöm, hogy ez nagyon sokat mutat magamból, nagyon sokat ö, látszat, vagy látszat. Egyszerűen sokat mutat a privát életemből, amit meg nem szerettem volna, ugye pármat, meg Olit. Nem, mintha Olit nem látnátok egyébként a videókba egy-kettőbe, de nem akartam így, az olyan személyes a nyaralás. És ugye az is beleszólt, de igazából, hogyha nem lenne úgymond ez az úgymond kényszer pihenőm, akkor sem készítettem volna videót ott a nyaraláson, mert ez a csatorna ugye nem, nem ilyen nyaralós, vlogolós csatorna, hanem inkább ilyen, hát mondjuk így autós irányzattal foglalkozik. Persze erről is olvastam a kommenteket, hogy teljesen más irányt vette a, a csatorna. Amiben igazatok is van, és sokan írtok azzal kapcsolatban, hogy abba hagytam-e az autótakarítást, meg hogy miért hagytam abba, miért nem polírozok már itt ilyenről szó nincs. Nem hagytam abba a takarítást, a polírozást, az autó ápolást egyáltalán, csak most ugye nincs hol csináljam. És emiatt ugye nincsen úgymond olyan tartalom. A lupó sincs még azóta se kitakarítva, mert nem volt idő egyszerűen. De ez nem jelenti azt, hogy abba hagytam. A lényeg az egészben az, hogy azért nincsen videó, mert úgy érzem, hogy elfáradtam, kell egy kis pihenő, egy kis szünet tudom, hogy vannak olyan tartalomgyártók, vagy olyan youtuberek, akiknek nem kell és non-stop ontják magukból a tartalmat, és pörögnek, mint az állat. Tényleg mindig napra készek, és folyamatosan újabbnál újabb, jobbnál jobb tartalmakat készítenek, meg videókat. De úgy érzem, hogy én most egy picit elfáradtam. És emellé jön az, amit már régeség meg kellett volna tennem, de most egy hónapja sikerült, hogy teljesen látom a koffeinbevitellel, ez jelenti az tart, az edzés előtti pörgetőket, a különféle ilyen cukros italokat, ami teli van koffeinnal, meg cukorral. És ugye amellett, hogy nem, ja nem is kávézok, amiket posztolgattam képeket, ugye az koffeinmentes kávé, mert maga a, a nem a rutin, hanem maga az a helyzet, az a feeling, hogy lefől a kávé, vagy lefőzik a kávét, és akkor leülsz, egy kávét, beszélgetsz, meg ilyenek, az, az, az nagyon hiányzott. És úgy voltam vele, hogy hát úgy is van koffeinmentes kávé, abban nincsen koffein, de olyan, mintha kávéznék, ugye a feelingje megvan, és akkor azokat így, iszogattam, de ugye semmit nem ér. És nagyon furcsa volt az, hogy megittem a kávét, és nem nem volt az a megszokott érzés, ami a koffeintől, vagy a koffeintartalmú kávétól van. Úgyhogy leálltam a koffeinnel, leálltam a finomított cukrokkal, minden, ami üdítő, meg minden, amiben ilyen ugye nagyon magas cukortartalma van, abba hagytam, és... Egyszerűen úgy érzem magam a koffein nélkül, mivel már 20, 20 éve, igen, 20 éve iszom energiát, meg mindenféle koffein tartalmú dolgot, és rá kellett arra döbbennem, hogy nem, nem ismerem magamat szinte koffeinmentes állapotba. Persze volt 10 pár év az életemben, amikor nem ittam, és ezért ez úgymond hülye hangozhat, hogy nem ismerem magamat, milyen vagyok koffein nélkül. De rá kellett döbbennem, hogy ez a húsz év egy akkora időt ölel át az életembe, hogy egyszerűen nem ismerek magamra. Amióta nem iszok kávét, megmondom nektek őszintén, az első egy hét az nagyon rossz volt, állandóan fájt a fejem, mondjuk most is fáj, de most tudom, hogy azért már nagyon keveset aludtam. Az első egy hétben nagyon fájt a fejem. Utána olvastam, hogy elméletileg ez a koffein abbahagyást követően azért történik, mert ugye rengeteg koffein beviteltől az erek kitágulnak, és amikor ugye nem e, iszol koffeint, és abbahagyod, akkor az erek visszaszűkülnek, és nem tud a mennyiségű vér átáramlani az ereiden, ami a megszokott. Majd az ügyesebbek, meg az okosabbak úgy is kiavítanak a komment szekcióba, és nálam ugye még az is egy nagy úgymond problémát okozott, hogy nem fokozatosan hagytam abba, hanem egyik napra a másikra, pont láttam egy videót, úgy voltam van, hogy oké, okay, beúzom a féket, kész. Nincs többé koffein, nem iszok több köfe, koffeint, meg ilyen cukros, cukortartalmú dolgokat, meg finomított cukrot nem eszek. Mert nagyon idegesített az, hogy egyszerűen nem hat semmit, ugyanúgy fáradt vagyok, ásítok, kávéról kávéra élek, napi. Ne kövessétek ezt a példát egyáltalán, napi 3-4-5 kávét megittam, volt, hogy többet, mellé 4-5 energiaittal, volt, hogy a, a 3 deciset, volt, hogy a fél litereset ittam, és akkor még ugye edzés előtt jött a régebben a dupla kanalas, aztán az egy kanalas pörgető, amiben 4 kötőjel 600 mg koffein van, és este a munka után, a kemény edzés után, mert aki már látott edzen, az tudja, hogy hogy edzek, nem hülyeskedni járok le a terembe. Szégyilkoláztam magamat, és az ágyban hajnal a kettőkor még úgy feküdtem, hogy a szemem ki voltak pattanva, többszörösen el el elerett az orromvére, a lábam így járt, egyszerűen nem, nem bírtam aludni, amikor elaludtam, akkor se pihentem, mert rémálmaim voltak, meg folyamatosan e úgy éreztem, hogy fönn vagyok, tehát egyszerűen nem volt értelmes, akkor úgy voltam, hogy jó, akkor behúzom a féket, és ugye az egy hét az rossz volt, a fejfájás miatt, az most elmúlt, hál' Istennek, a mai nap az kivétel, ugye a kevés alvás, de ez szerintem már veled is esett meg, vagy mással is, hogy nem aludt teleget, aztán fájta a feje. De azt vettem észre, hogy egy két hét után elkezdett az energiaszinten beállni, és ami nagyon jó, hogy az energiaszint mellé az alvásom is nagyon jó lett. Tehát el tudok aludni 8 órakor, hogyha pont délelőttes vagyok, és 3 óra 40 kó kell kelnem. Jót tudok aludni, délután is el tudok aludni. Nincsenek rémálmaim. Nem, nincsen túl éber állapotban a fejem. Ez, ez, nagyon jó. Viszont azt vettem magamon észre, hogy amióta nem iszok koffeint, és mindenféle úgymond ilyen segédanyagot elhagytam a cukrot, cukorra gondolok, ami teli van energiával, kalóriával, hogy ilyen kedv, kedv, kedvtelen vagyok. Nincsen kedvem semmihez, motiválatlan vagyok, nincs kedvem videót forgatni, úgy kicsit úgy érzem, hogy úgy, úgy nem érdekel semmi. Ádám barátommal beszélgettünk erről sokat akinek van egyébként egy YouTube csatornája az amerikai életem valójában. A linkét lent a videó alatt megtaláljátok, hogyha tettitek, nézzetek rá. Nagyon jó videókat készít Ádám, hál' Istennek, mert én már évek óta rágtam a fülét, hogy kezdjen el tartalmat gyártani, mert nagyon jó tud beszélni, és Amerikának azt az oldalát mutatja, ami a valós, a real oldalát mutatja, nem mint mások, hogy kolbászból van a kerítés, meg nagyobbnál nagyobb autókkal járnak, meg Hát tudjátok, mire gondolok, hanem Ádám tényleg a, a, a nyers amerikai életet mutatja, és Ádám egy nagyon spirituális ember, nagyon odafigyel az egészségére, és rengeteget tanul mindenről, amihez kapcsolódik, ezáltal a koffeinről is. És ugye ő mondta, hogy ugye, amikor te koffeint iszol, akkor az első időszakban még nem épül fel a tolerancia a szervezetedbe, felpörget. Na de amikor a tolerancia felépült, ugye egyre több és több koffeinre van szükséged, mint ugye nálam is, hogy régen szerintem az első egy évben elég volt egy kávé, hogy pörögjek, aztán ugye még több kávé, még több tal, még ez, még pörgető, stb. És egyszerűen annyira átestem a ló túloldalára, hogy már semmi nem elég, és csak ahhoz, hogy nullán érezzem magam, kell egy bizonyos mennyiségű koffein. Mondjuk most a, mielőtt abba hagytam, azt vettem észre, hogy reggel kell két presszó kávé, meg egy energiaital, lehetőleg egymás után nagyon gyorsan, hogy úgymond úgy nullába hozzan. És ugye, hogy abba hagytam a koffeint, a cukrot, úgy éreztem, hogy mínusz egybe vagyok, de aztán Ádámmal beszélgettünk erről rengeteget, és valószínűleg, hogy nem mínusz egybe vagyok, hanem mínusz tízbe vagy húszba, és a szervezetemnek utól kell a magát a húsz évnyi, úgymond károsításból, fel kell, hogy épüljön. Persze tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy a koffein egészséges, napi két kávé még jót is tesz, nincs is erről szó egyáltalán, ezt most én éreztem úgy, hogy nekem kell egy úgymond ilyen detox, vagy hogy, hogy szokták ezt nevezni, hogy kicsit kitisztítsam a, a szervezetemet, az agyamat, meg hogy megnézem, hogy mi történik, hogyha nem, nem iszok koffeint. És ez így egybeadódóan, hogy úgy érzem, hogy kicsit elfáradtam, nem is kicsit. Plusz ez, hogy a koffeint abba hagytam, a finom cukrok fogyasztását. Meg nem ott vagyok, nem azt csinálom, amit szeretnék, nem tudok olyan minőségű tartalmat gyártani, amilyet szeretnék. Emiatt úgy, úgy megmondom és hogy nincs kedvem videót készíteni. Persze volt a csapágycserélős videó, arról posztok vannak is, majd az ezután a videó után jön. Készen is van egyébként, fel is van töltve, már itt van a csatornán. Na, csak meg kell osztanom, és hát láthatóvá kell tennem, de előtte ezt a videót el akartam készíteni, amit megint csak halasztottam, de egyre többen írtatok, hogy minden rendben van, ami jó esik, tényleg. Meg nem is gondoltam volna, hogy ez úgymond fel fog úgy tűnni egy-két emberen kívül másnak, és most, hogy Dávid írt nekem, itt vagyok egy benzinkúton egyébként, úgy voltam vele, hogy jó, itt van nálam az Osmo Pocket, akkor csinálok erről egy videót, és ezután a videó után lesz megosztva a kerékcsapát cserélős videó. Ott azért a hangulatom egy picit jobb volt, vagy a, a kedvem, vagy nem is tudom, hogy mondjam nektek. Örülök, hogy a, a lupon e, tudtunk dolgozni, mindig, hogyha egy kis fejlődés történik az autóval, vagy e, az életemben, annak úgy e, tudok körülni, de igazából itt kint nem úgy van, mint régen, hogy van saját kis garázsmal, el tudok mókolászni, csinálni a dolgaimat, videókat, takarítgatni, stb. Hanem egyszerűen fölkelek reggel, bejövök dolgozni, hazamegyek, főzök, eszek, alszok. Egy héten talán egyszer lesz a fene a terembe, de terembe sincs kedvem járni. Amikor lemegyek, is nincs kedvem edzeni, most nem tudom, hogy ez a koffein hiánynak betudható, vagy annak, hogy ezt most így abbajtam, hogy a pörgetőt se iszom, vagy hogy pontosan minek lehet ez köze, de szerintem így egybe az egész, ez a kettelenség, kedvtelenség, a koffein hiány, a cukor abba adjása, a booster abba adjása, nincs kedvem edzeni. Nem megyek aztán így, nem, nem, nem nyújt élvezetet az edzés, úgy, mint régen hanem úgy, úgy, érzem, mintha egy munka lenne, ami nagyon rossz. Mert régen ugye, ha hullafáradt voltam és lementem, persze azért, mert már teli voltam koffeinnel, meg még boostert rányomtam, és akkor úgymond felpörgetett szerintem, vagy nem tudom, úgy bemotivált, vagy ilyesmi. És most, hogy mindent abba hagytam, egyszerűen kicsit úgy érzem, mintha nem érdekelne semmi. Viszont az autótakarítás az, az igenis érdekel, mert nagyon lenne kedvem a lupót kitakarítani, videót készíteni róla nektek, több autót megcsinálni. Vannak ötleteim még egyébként, amit, amit szívesen csinálnék a, a csatornán, meg más fajta vagy más stílusú tartalmak készítése, de az egyik ok, amiért nem tudom, hogy belemerjek-e vágni, vagy hogy egyáltalán foglalkozzak -e ezekkel a ötleteimmel. Az egyik az, hogy látom, hogy mi történik például Tomival is, az MHV vlog Tomival is. Beszéltem is vele, ugye ezzel kapcsolatban, hogy sajnálom, ami történt. Engedélyt kértem tőle, hogy egy videót készítsek róla, mondta, hogy persze, semmi gond, de aztán, amikor elkezdtem fölvenni többszörösen, csak fölment bennem a pumpa, csúnyán beszéltem, ideges lettem, úgyhogy inkább nem, nem csináltam róla videót. És ahogy látom, hogy hogy mennyire milyenek az emberek, hogy kell ezt szépen mondani, hogy mennyire vigyázni kell az emberekkel, és azzal, hogy mit mutatsz, mert te hiába adhatod a szívedet, a lelkedet, bármit, ott van a tomi a példája is, az életben nem csinált autóbontást, aki már látott tőle videót, vagy Youtube-on látott tőle, bármit is tudja, nem szemete, nem károsítja a környezetet, nem fröcsköli szét az olajat, nem csinál környezetszennyezést, nem csinál autóbontást. Mit csinálnak? Főjelentik autóbontásé. Ott vannak a bizonyítékok, hát ennél jobb bizonyíték. A Földön nincs, mint több évnyi videó tartalom a Youtube-on, amit bármikor korlátlan mennyiségben meg lehet nézni, hogy nem csinált soha. És mégis mi van? Megbüntetik, nem foglalkoznak vele, meghurcolásszák. Erre pont valamelyik nap láttam, hogy megint feljelentették a videó elején, amikor mondja, hogy hát megint feljelent, ki is nyomtam a videót, mert egyszerűen hít, hogy ilyen dolgok történnek az emberrel, vagy például Tomival, és emiatt vannak olyan dolgok, ami rengeteg jó ötletem lenne, de neki is állok, mert nem akarom, hogy feljelentés legyen belőle, meg egyszerűen vannak olyan tartalmak, amire, akinek nem inge nem veszi magára, erről szó sincsen, én nem akarok senkit megbántani, én nem vagyok senki se, hogy én bárki felett pálcát törjek, vagy bármi, viszont vannak olyan jellegű tartalmak, amit a, a Magyarországon való lét miatt egyszerűen a, a, magyar néző közönség nem tud feldolgozni, vagy nem tud értelmezni, vagy, vagy nem is tudom például, csak egy, egy példa, kíváncsi vagyok, hogy erről is mit gondoltok, volt egy olyan ötletem, hogy egy olyan jellegű sorozatot csinálni, mint a Guest Monkey. Tudom, hogy ez már többszörösen felkerült témába, de úgy gondoltam, hogy mivel rengeteget csalódtam az emberekbe, meg történtek, amik történtek, Úgy rá kellett jönnöm, hogy nem számítatok senkire, csak magamra, nem szabad ö, magamból annyit adni az embereknek, amit már egy másik videóban elmondtam, és gondolkoztam az, hogy mi lenne, hogyha ilyen, ilyen amerikai feelingben vennék mondjuk egy ö, autót, kitakarítanám, felpolíroznám, kicserélnék benne egy-két dolgot, mindent megmutatnék, hogy mennyibe került, és akkor utána eladnám, mit tudom én, három ezer forint haszonnal, vagy valami ilyesmi. De egyszerűen tudom, hogy az volna belőle, az egyik, hogy ad, ad, adózó belőle, rögtön az, hogy turkáljunk a másik zsebébe egyértelműen, hogy hogy honnan van a pénz, meg hogy leadózik-e belőle. A másik meg az, hogy nem akarom, hogy a fejemhez vágják azt, hogy a magyarokon nyerészkedek, hogy én a saját honfitársaimat lehúzgálom, vagy ilyesmi, ezeket nem szeretném, hogy a fejemhez vágják, pedig még egy nagyon jó tartalmakat lehetne ezekből is gyártani hogy venni egy autót, rendbe rakni, és akkor eladni haszonnal, és akkor ugye a teljes eladási ár, Ugye az a, az én befektetett pénzem plusz a haszonnal venni egy másikat. És akkor ebből egy nagyon jó dolgot ki lehetne hozni, de például ebbe sem merek belevágni, mert tudom, hogy mi lenne belőle. De egy kicsit elkanyarodtunk a témától. A lényeg az, hogy azért nincsen videó, amit az elején elmondtam, meg már most taglalok, már nem tudom hány perce. Meg nem terveztem ilyen hosszúra a videót. Igen, igyekszem utolérni magamat motiválni, kicsit ö, rendbe rakni, de nem akarom azt ígérni, hogy rendszerességgel jönni fognak a videók, úgy, mint régebben, nem, mint régen, mert mostanában nincsen se rendszer, se videó. Úgyhogy ezt el akartam nektek igazából csak mondani, hogy mindenki tisztán lásson, és hogy nem maradjon bennetek kérdés, vagy kéte, hogy mi történhetett, vagy hogy baj van, nincsen semmi baj, hál' Istennek. Csak ennyi. Ennyi az egész sztori. Úgyhogy én elköszönök innen tőletek, hogyha nem haragszotok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha megosztod a videót, vagy lájkolsz, kommentelsz, azt megköszönöm, de semmi se kötelező egyáltalán. Úgyhogy ö, nem mondom azt, hogy hamarosan jövök a következő videóval, de a lényeg az, hogy ezt ki akartam adni magamból, úgyhogy ha van véleményetek, ezt nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba, azt nagyon megköszönöm és uh, igen, kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőtt délutánt, hételeit, hétvégét, attól függ, hogy ki mikor néz ezt a videót, sziasztok!